Köszöntöm a Játékosok Podcast csatornájának nézőit. Ez egy új műsor lesz ezen a csatornán, amelyben kifejezetten számítógép hardveres témákkal, illetve számítógép hardveres alapműveltséggel fogunk foglalkozni. Ez a műsor általában két állandó vendéggel fog menni, illetve alkalmszer, amikor egy-egy speciálisabb témát veszünk, néha lesznek egyéb vendégek is. A mai, és ez is jó esélye, állandó vendégeinket köszönteném, Dávidot. Sziasztok! Serzélyen Balást. Sziasztok mindenkinek! Kezdjünk is akkor bele, mert hát itt kicsit időszűkében vagyunk mindannyian, és a mai témául ugyebár azt választottuk így első adásként, hogy mire figyeljünk oda egy számítógép vásárláskor, hogy tervezünk egy számítógép vásárlást meg, illetve ha marad hátra időnk, akkor elkezdünk egy a hardware elemekről is. Ez egy ilyen sorozat lesz, végigmegyünk egy gépen, kezdve attól, hogy elindulunk egy alaplaptól, egy processzortól, és felépítjük odáig, hogy az olyan perifériákig is, mint mondjuk egy kormány vagy egy nyomtató. Na akkor kezdjük is el, és gépvásárlásnál mire figyeljünk oda, mire számít, hogy számoljunk, kezdjünk is bele. Akkor egy kicsit átadom itt nektek a szót akkor, mert ez kifejezetten beszélgetős műsor lesz, nem annyira irányított kérdésű. Inkább ez csak így elbeszélgetünk egy témáról jelleg, úgyhogy átadom nektek a szót és kezdjünk. Hát nyilvánvalóan arra kell törekedni, hogy a céloknak megfelelően legyen megválasztva, akkor kezdjük, mit tudom én, az alaplappal. Hogy most mit tudom én, hogy nem mindegy, hogy most te játszani akarsz vele, vagy inkább dolgozni. Mert úgy kell megválasztani a későbbi hardware elemeket és a többit. Igen, hát én is így szoktam, tehát, hogy mindig az, hogy az ügyfél először is tudja, hogy mit szeretne rajta csinálni, és annak megfelelően összetenni gépet, vagy annak megfelelően így választani konkrétan gépet, hogyha valaki egybe már eleve összerakott gépet akar venni, tehát, hogy először is tudja, hogy mire szeretné használni. Meg tényleg az is jó tudni tényleg, hogy egy tuningolási szempontból mi az, ami kihúzható esetleg, hogyha a későbbiekben szeretné fejleszteni. Egyébként én attól tudok igazán a falra mászni, amikor egy ügyfél nem tudja tulajdonképpen mire akarja használni a gépet, és igen, úgy kell belőle fogóval karakterekről karakterekre kiszedni. Én, amit ezen felül szoktam még így mindig mondani, hogy igyekezni kell a jó árérték arányra törekedni. Tehát, hogyha van egy gép, akkor az árérték arányához képest legjobb teljesítményt hozzuk ki. Ezért is van az, hogy én például kifejezetten, hogyha olyan a helyzet, mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes megvizsgálni egy használt alternatívát is. Ha az ügyfélnek nincsen annyi pénze, de mégis ahhoz képest a lehető legjobbat akarjuk kihozni. És itt én azt is szoktam mondani, hogy számíthat esetleg a mobilitás is, hogy az illetőnek egy asztali gépre, egy laptopra, táblagépre van szüksége. Mondjuk most az okostelefont nem vesszük ide, mert az más kategóriát képvisel itt. De most ezzel a három kategóriával szoktam általában rákérdezni. De főleg belvárosi ügyfeleknél elő szokott az néha fordulni, hogy azt mondják, hogy tehát laptopot részesítik előnyben, mert hogy az ottani alkalmas hálózatra nem mernek nagyobb fogyasztót rácsatlakoztatni, mert félnek attól, hogy a régi elektromos hálózat mit fog erre reagálni, hogy levág-e vagy sem. Tehát ilyen indokok is elő szoktak néha fordulni egy-egy, vagy mit választunk mellett tényezőként. Hát igen, és sajnos ebben az esetben azzal is számolni kell, hogy nehogy Isten nem olyan teljesítmény, tehát nem olyan teljesítményű gépet lehet összerakni az ügyfélnek, mint amilyenre ő gondol. Igen, és ez a tipikus másik nagyon gyakori probléma, és szerintem elértünk ehhez, hogy kevés lóvéja van, de mivel ő úgy gondolja, hogy nem a legolcsóbb 50-60 ezer forintos médiamártos post laptopot veszi meg, ezért ő már rögtön az összerakott géptől csodákat vár. Igen, ezzel sajnos én is találkoztam. Sok esetben megveszik a izét, az összerakott gépet, főleg, hogyha egy ilyen 70-80-90 ezer forintos gépről beszélünk, és akkor már úgy ülnek le, hogy akkor hú, GTA 5, meg hú, ez a játék, meg az a játék, és aztán csodálkoznak, hogy mi van ilyenkor, amikor nem megy.
Igen, mert hát a hardvereknek megvan a nemzetközi kiskereskedelmi, közepkereskedelmi és nagykereskedelmi ára, és ezek tulajdonképpen olyan árak, amiben mi nem igen tudunk beleszólni. Megvan az új és a használt alkatrészeknek is egy piaci ára, és ezek tulajdonképpen nem kicsit szólnak bele abba, hogy mennyibe kerül egy alkatrész, és rengeteg problémát tud okozni az, hogy az emberek a saját anyagi viszonyaikhoz viszonyítanak. Tehát, hogy azt hiszik, hogy ha mondjuk az ő fizetése 100, mondjuk egy magyar átlagot, nettó átlagot 135 ezer forint, akkor 100 ezer forintért már olyan gépet fog kapni, hogy az már, mikor ő jön, már bekapcsol, és már játssza a kedvenc zenéjét, mire beér, mondjuk komolyan megtörtént eset, amit most mesélek, de ilyen tévképzetek vannak bizonyos emberek fejében, és ezekkel sem könnyű dolg. Van egy technológia, amivel gyártják, annak megfelelően ez kerül valamennyibe, és mi nem tudunk beleszólni abba, hogy hát ez a magyar pénztárcához igazodjon az ár. Hát igen. Hát persze. Hát ez sajnos tényleg ilyen. Meg tényleg vannak ezek az ajánlott fogyasztói árak, amiket általában ki szoktak adni a gyártók is. Igen, és az a durva egyébként, hogy én például néztem a HP-nak a Elite deszkjeinél, hogy 10-ből 8 boltban az ajánlott fogyasztói ár alatt árusítják még így is a termékeket. Sokszor ilyen 60-80 ezer forintokkal egy 300 ezer forintos gépet alatt adnak az ajánlott fogyasztói árnak. Érdekes ez a szemlélet. Azért mondom, mindennek van egy ára, és ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát... Ez így van. Ezért, hogy tudja az ügyfél, hogy mit szeretne, nagyjából azzal is legyen tisztában, ha gépet akarsz választani, hogy mire akarod használni, és erre mennyi pénzed van. Mert ha például van izéd rá 1 kilót, hogy vegyél egy gépet, abból nem lesz 2 szakadásmentes futtatás meg izé. Abból talán bele tudunk zsúfolni, hogyha szerencsénk van 4 giga RAM-ot, egy Skylake-es i3-as processzor, meg izé, tehát esetleg egy B150-es vagy H170-es chipsetű alaplapot, és kész. Vagy pedig akkor nézzük a másik oldalt, vagy pedig mondjuk ki lehetne hozni az AMD oldalából mondjuk egy AM3 pluszost, vagy egy FM1-es processzoros AMD lapot, akkor abban is mondjuk a 4 GB RAM az benne van természetesen videókártyában. Hát egy 1 GB 256 bites kártyát már ki lehet hozni belőle. Hát mondjuk én azért direkt most a Intel oldalt hoztam be, tehát visszaugorjunk az árérték arányosságra, hogy direkt azért hoztam be az Intel oldalt, mert még az AMD oldalon belépő szintű Ryzen 3-as processzorok még nem jelentek meg. Jó, és... de én nem a Ryzenekre mondom, hanem ott van az FM1, FM2, meg ott az AM3+. De plusz, ezek nem kezelik a DDR4-es memóriát. Hát igen, tehát, hogyha kicsit fejleszteni akarod a géped, akkor azzal kezdheted, hogy alaplap processzorra megy ki a gépből. Jó, lehet, hogy úgy kell, de... Hogyha viszont úgy gondolod, akkor viszont, tehát hogyha valakinek nem feltétlenül egy ezért a paksi atomerőműhez hasonló meg NASA gépet akar, akkor azért még a DDR3 még szerintem még mindig egy jó alternatíva. Az még mindig, tehát játékra ugyanúgy alkalmas lesz. Mondjuk én nekem így személyes történetem van a DDR2-nél, hogy én nekem pont abban az évben lett akkor 2009-ben úgy gépem, hogy akkor még a DDR3 még ritka és drága dolognak számított, de és ezért DDR2-vel lett összerakva a gép. Ne tudd meg, fejleszteni akartam volna a gépet, és azzal kellett volna kezem, hogy RAM csere, alaplap csere, még mondjuk a processzort azt meg tudtam volna tartani, mert az már egy olyan generáció volt, hogy mind a kettőt, tehát 2-est és a 3-as DDR-eket is kezelte volna, de akkoriban még magasabbak voltak, ilyen 2011-12 körül még ezek a 775-ös cuccoknak az árai, és ezért hát ennem lett volna. Tehát akkoriban arányaiban egy gépfejlesztés drágább volt, mint manapság. Na mondjuk nálam a váltás az meg körülbelül úgy volt, hogy amikor nekem a
meg lett az első DDR3-os, emlékszem, még annyira nem is volt drága, tehát én nagyon olcsó, még valamiért akkor nagyon jól lementek az árak, tehát én úgy vettem vadonat új RAM-ot, tehát kihangsúlyozom újat, 2 gigásat, hogy 1600 forintért, és DDR3-ról beszélünk. Én még azt még nagyon, nagyon kifogtam, és úgy, hogy tehát, hogy 3 év garancia minden, mi egymás. Úgyhogy én nekem akkor volt, nekem 2012 vagy 13-ban jött a váltás a DDR3-ra, addig nekem a DDR2 az úgy elment. Nekem az is kellett, mert tudtam, hogy nekem az a lap, ami volt, azt tudom, hogy 8 gigát tudott maximum, tehát nála az volt a plafon, hogy támogatott. Mondjuk én nekem 2014-ben lett lecserélve a gépem, 14 második felében. Akkor lett, tehát addig használtam az DDR2-es generációt. Sőt, ráadásul én úgy, tehát úgy használtam, egy E8200-as volt akkoriban a processzor a gépembe, hogy nem is volt hozzá videokártya. Játszottam vele. Végén már új címek semmelyike nem futott szinte. Tehát akkor még nem a processzorba, akkor még a chipbe volt integrálva, ugyebár a videó grafikus egység a régi 775-öknél, de erről majd a processzoroknál fogunk beszélni szerintem bővebben. És akkor térjünk át a második témapontra. Hogy helyezzünk el egy számítógépet egy helyen? Tehát mire figyeljünk oda, amikor ki akarjuk választani egy környezetét egy számítógépnek? Hogy helyezzük el? Hogy szabályos elhelyezni? Hogy kell helyes testtartást tartani egy gép előtt? És ezeket is, ha már itt gépvásárlás előtt vagyunk, vegyük végig. Jó, hát általában ez a helyes testtartást, ezt azért tegyük hozzá, hogy ezt ma már egyre kevesebben veszik figyelembe, főleg, hogyha úgymond kényelmes a fotel, akkor nagyjából úgy szokott minden gamernél kezdődni, meg sok esetben, ahogy láttam, hogy elindul egyenes testtartásra, aztán fél óra múlva már közelebb van a földhöz, mint hinni. Tehát mondjuk én nem olyan durván gondoltam, mint mondjuk, ahogy egy tankönyvben láttad az ábrát. Én olyan szinten értettem ezt az egészet, tudod, hogy ne úgy rakd le a gépet például, hogy az ágy mellé berakod egy izére, egy sámlira, aztán a maga izé, és akkor így elfekszel mellette, és kifordul testtartásban, tudod csak kezelni a gépet, bármit kell néznek, csinálnod rajta, teljesen ki kell fordulnod. Vagy ne úgy tedd le, hogy egy olyan padra, amin tulajdonképpen aminek te párhuzamosan ülsz, és nem szembe, és akkor teljesen kifordult testtartásból kell nyomkodnod. Persze, tehát az ilyenekre figyelni kell. Hát én, amit leginkább szoktam mondani, tehát hogy leginkább olyan helyen legyen, ahol egyrészt valamilyen szinten ne legyen túlzsúfolva ott a környék. Tehát ne legyen a földön úgy, hogy még mellette van 85 bútor, ne kapjon semmi levegőt, meg semmit. Azért legyen valamennyi szabad helye, az mindenképp. Meg amit lehet mondani, a legegyszerűbb dolog az a monitornak a helye, tehát hogy legyen a... Legyen minimum 50 centire legalább. Embernek a szeme és a monitor között tényleg, hát legalább egy olyan 30 centiméter legyen. Én azt szoktam, ha már 30 centiméter van, már az is jó. Én mondjuk konkrétan azt szoktam csinálni, hogy én megmutatom konkrétan, hogy hol vannak a számítógép szellőző nyílásai, és azt mondom, azok mindenképp legyenek szabadon. Én még egy olyan praktikát is beszoktam vetni, nem tudom, hogy ez még mennyire aktuális. A CRT monitoroknál volt ilyen, hogy azt mondták, hogy a szemed az gyakorlatilag legyen a monitor felső részével egy magasságban. Igen. Ha leülsz, akkor a szemmagasság gyakorlatilag, hogyha egyenesen nézel, akkor a monitor tetejét látod, és hát a felső részét. Igen, de már még a érdekes módon az én IPS paneles LED monitorom is pont ugyanígy van elhelyezve. Tehát, hogy szemmagasság pont a monitor tetejével van egy vonalba. De mondjuk ez valószínűleg inkább ilyen régi berögzülés lehet tényleg. Mert ma már ennek nincsen akkora szerepe, mint volt egy pár évvel ezelőtt. Jó, hát ott oda kell figyelni, mert tényleg a CRT monitorok, azt is nagyon sokat nézte az ember, akkor egy idő után nagyon kőkeményen ki tudta az embernek a szemét készíteni. Persze. Nem véletlenül is lehetett rákapni, nem tudom, hogy mennyien emlékeztek rá. Nekem még mindig van itthon egy ilyen, ez a szemkímélő valami, amit rá kellett tenni a CRT monitor elé, az a sötétített valami.
Hirtelen akartam mondani nevét, szénüveg, vagy valami ilyesmi volt ennek a Valami neve. ilyesmi neve van, nálam Igen. az még van, rá lehetett kötni, és akkor elvileg órákig lehetett nézni, Na, mert én ugye így. pincepakolás közben törtem szét véletlenül egy ilyent. Pedig érdekes lenne bevágni, de a vágóképként Nálam még közben beszélgetünk megvan, róla. csak megvan, bár nem nagyon használtam meg. Nálam, ami volt utolsó CRT-s, ami még volt, az, tehát az a 100 Hz-es volt, az azért annyival egy picit azért jobb volt, mint a sima 60 Hz-es. Hát nyilván, én is, hogy mindig megpróbáltam azt csinálni, minél magasabb, ugye CRT-knél ugye a frekvenciát minél magasabbra vinni. Én is így Ennyi. általában 85-nél meg kellett állnom, mert addig bírta Igen, a a legtöbb én is, CRT. amit használtam, tehát a legtöbb ilyen monitornál azért, tehát a 85-öt általában vitte, a nagyon régiek persze nem bírták, ott a 60 náluk a plafon volt. Igen, viszont ugye már szerencsé, hogy itt a TFT, LED és hasonló monitoroknál ugye már nincsen ez a vibrálás. Persze. Hát ez mindenképpen az egy nagyon jó dolog. Tehát már nagyjából eljutottunk odáig, hogy megvan a helye a gépünknek, megvan az, hogy mennyit szeretnénk rászánni, és akkor kezdhetünk is tulajdonképpen alkatrészeket válogatni. Eljön bármelyikünkhöz, mondjuk nyugodtan itt kijelenthetjünk, hogy mind a hármunknak így informatikához kötődik valamilyen formában az élete, valamelyikünknek a szakmája, valamelyikünk tanuló ebben a területen, valamelyikünk csak szimplán érdeklődő, és mindegy. Tehát a lényeg az, hogy megvan az, hogy hol helyezzük el, hogy helyezzük el, mit szeretnénk. Megvan a pénz is. Megjött. Tehát itt ott tartunk, hogy megvan a pénz, elkezdünk válogatni a neten. És így jutunk el odáig, hogy processzorok, tehát tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy a számítógépnek tulajdonképpen a lelke. És most erről kezdjünk el itt egy kicsit még beszélni, még van egy pár percünk ebből az adásból, és a többi rész majd a következőbe fog lemenni. Hogy Egyébként csak egy érdekesség, én nekem úgy mondták régen, hogy a processzor az tulajdonképpen olyan, mint sok okos professzor egy helyen. Régen nekem valamilyen ja, ezt tipikus magyarázták. általános iskolai magyarázat Hát egyébként. tehát a processzor, hát nálunk is úgy mondták, de hát szerintem ez igaz. Tehát a processzor a számítógépnek az agya, tehát Én az mondjuk konkrétan az úgy agy. szoktam mondani konkrétan, amikor így kérdezik tőlem, hogy az a lelke, de hát így Hát azért vagy mondjuk. agy, vagy lélek, persze, mind a kettő lehet. Tehát ezért rendkívül fontos ennek az alkatrésznek a jó megválasztása. Illetve fontos az, hogy néhány ultrabook és újabb generációs laptopok és a táblagépek kivételével a processzor egy cserélhető alkatrész. Az, hogy milyenre cserélhetjük, az határozza meg, hogy milyen processzorokat támogat még az alaplapunk azon felül, amelyet választottunk. Tehát most gondoljunk arra, tehát menjünk végig nagyjából a síkon, kezdve mondjuk attól az emberünktől, aki hoz nekünk 80 ezer forintot, és azt mondja, hogy neki egy olyan gép kell, ami internetezni tud. Jussunk el odáig, hogy van egy több százezer feliratkozós youtuber, aki az i7 6900K-val akar rajolni, és azt akar beszerezni a munkájához, hogy a renderidőket jelentősen levágja. Tehát mondjuk egy titkárnő odajön, mondjuk tegyünk egy tipikus példát, egy cégnél vagyunk, titkárnőnek kell gépet összerakni, nagyjából milyen processzort érdemes, hogy érdemes választani, milyen teljesítményű legyen. Tehát egy titkárnőről beszélünk, tehát hogy irodai feladatoknál, hát ahhoz azért nem kell egy több 100 000 forintos gamer gép, tehát azért Igen, tehát például ott most azért tényleg azt lehet mondani, hogy ott azért vannak dolgok, amiket úgymond fontos, meg valami nem. Tehát a videókártyából is nem kell simán 4 gigabájtos, elhagyható. tehát az, Nem, tehát hogy nem abban kell, tehát nem, hogy nem memóriába vegyünk most videokártyákat végig, hanem szerintem ott el is lehet felejteni egy Tehát a titkárnő videó, esetében tehát a videokártyát. mondjuk egy izét, tehát ott például mondok egy példát, egy 512-es videókártya bőven elég, tehát mivel tehát egy irodában nem kell több. Egy 512-es az pont jó, memóriában jó, hát azért az tényleg azt lehet mondani, hogy egy a 4 giga legyen benne. Én azt szoktam mondani ma már, hogy
hosszú távon 8 GB RAM-mal érdemes számolni, ha új gépet Hát építünk. Ha irodai gép... használt, ha használtan vesszük, akkor még jó a 4 is. A irodában nem kell, tehát az Office programoknak, meg a böngé... Az Office programoknak, az ilyen adatbázis programoknak, meg a... Adatbázis kezelés azért az le tudja terhelni az a le gépet. Tudja, bár... Tényleg azt mondom még, hogy azért én amit láttam, tehát én tapasztalatból mondva, én, amikor dolgoztam így irodában, tehát 4 GB az igazából jó neki. Videókártyában tényleg 512-től nem kell. Processzorban meg igazából egy a, mit tudom én, egy 3 GHz-es. Tehát az alá, tehát egy jó 2.5-ös is, hogyha két mag. Két mag, tényleg ne, ott két nem mag, kell 4 mag. Két ne, mag, 4 mag nem kell. Két mag, 400, vagy AMD oldalból még mondjuk lehet, hogy egy 4 magos elmegy, azért kellhet, de... Hát még a 3 magos is jó, tehát már az AMD-knél van azért 3 magos, és a negyedik az lokkolható, tehát hogyha... Igen, majd tulajdonképpen erről az is, hogy tulajdonképpen az AMD-nél vannak ilyen 3, meg 6 magos processzorok is, ezek tulajdonképpen erről is, hogy lokkolható, tehát ezt most így behoztad. Tulajdonképpen ezeket úgy hozzák létre, ilyen, lehet, hogy ez ilyen rossz nyelvű pletyka, hogy legyártanak egy 4 magos processzort, amiből kiderül mondjuk, hogy az egyik mag selejt, és azt levágják. Vagy ha nem is teljesen selejt, de nem felel meg azért a tehát nem felel meg annak a minőségi rátának, előírásnak, hogy azt mondhassák rá nyugodt szívvel, hogy ez bizony egy 4 magas processzor, és ebből így levágással hozzák létre. Mondjuk én hallottam azt, hogy az Intel oldalon konkrétan a i3-asoknál ugyanezt játsszák el a Pentiumoknál, hogy levágják a szálakat, hogyha nem elég meg és stabil a processzor. De hozzá kell tenni, hogy tehát hogy lehet lokkolni ezt, tehát az AMD-knél az... Igen, mindegyik de mindenki saját felelősségére. Tehát a 2, 3, 4 magastól kezdve mindegyiknél lehet lokkolni saját felelősségre, de sok esetben én amit láttam lokkolás után azért nem szokott drasztik, tehát ne olyanra gondoljon az ember, hogy utána első bekapcsoláskor összeomlik minden. Nem, tehát hogy sok esetben azért van, hogy rendesen használható a gép úgy is, hogy a negyedik mag mondjuk aktiválva van. Igen, de ezt mondjuk el saját felelősségre, és semmelyikünk nem vállalja a felelősséget azért, hogyha valaki a műsor hatására ezt megcsinálja, és baleset történik. Persze. Nyilván. Tehát tulajdonképpen, ugyebár itt szóba hoztuk korábban is, hogy a processzoroknál, hogy processzor és a memória támogatást, most a legújabb processzorok mindegyszerre támogatják a DDR3-at és a DDR4-et, a korábbiak csak a DDR3-at, még régebbieknél, ugyebár van, aki DDR2, DDR, SD, EEPROM, stb., de ezekkel majd végigmegyünk akkor, amikor majd kifejezetten erről fogunk beszélni. Most térjünk rá egy belépő gamerre. Van egy belépő gamerünk, 150 ezer forint. Ma már én azt szoktam mondani, hogy egy Core i3-as processzor azért erre a célra jó, vagy pedig még nem ismertek teljesen a magyarországi kiskerárak, legalábbis amikor még mi vesszük fel a Ryzen 5-öknél, de lehet, hogy egy belépő Ryzen 5-ös processzor árérték arányban lehet, hogy megérheti, illetve majd ha megjelenik a Ryzen 3-ak, akkor lehet, hogy azok között lesznek olyan alternatívák, amik jók tudnak lenni oda. És ott azért már mindenképpen fontos az, hogy DDR4 képes alaplapot és processzort válasszunk össze, mert azért nyilván egy belépő gamer úgy gondolkodik, hogy van most 150 ezer forint, de ha becsúszik egy meló, bejön egy tanulmányi pénz, bejön egy ösztöndíj, vagy valami, akkor azért szeretné fejleszteni azt a gépet még tovább. Akkor persze, egy DDR4 az tényleg az már jó indításnak. Akkor tényleg a 8 giga az alap. Akkor mondjuk ilyenek. Mondjuk ezek, hogy hány gigabyte RAM meg izére, majd vissza fogunk később is térni. Most így előjáróban elmondjuk. De majd akkor elmondjuk, hogy miért mondjuk ezeket a számokat részletesen, amikor a memóriáknál tartunk. Ugyebár utána van az, hogy van egy olyan gamerünk, aki odajön, van 2,5 kiló kell egy gép. Az nyilvánvaló, hogy egy i5-ös processzort fog egy középkategóriás videókártyával összeválogatni, illetve a fölött pedig nyilván, ha csak nem valami nagyon pénzzel kitömött és odaja, hogy van 5 kiló, izé kell egy gép összerakja magának, akkor valószínűleg egy i7-es az nem igen jön szóba, hiszen
A mai modern i7-es processzorok azok kihajtásilag, tehát az új Skylake, Kaby Lake Core i7-ek és a AMD oldalon pedig a Ryzen 7-esek, amik mondjuk inkább munkaprocesszorok, mert hát 8 meg 16 szál, tehát nem is annyira gamingre optimalizált processzorok, míg mondjuk a Intel oldalon pedig ezek a i7-esek pedig szinte csak akkor kellnek, hogy egy GTX 1070 vagy egy 1080-as videokártyát akarsz kihajtani. Mert egyébként abszolút semmi szükség, csak pénzpazarlás mondjuk ezekre a csúcsprocesszorokra költeni. Jó, mondjuk ha munkát végzel, akkor viszont lehet, hogy nem árt egy csúcsprocesszort venni, mondjuk egy LG 2011-es foglalatba illeszkedő processzort, vagy pedig egy Ryzen 7-et AMD oldalon, vagy egy kapcsolódó szerver processzor, de nyilván ez nem az a kategória, akik mondjuk a mi csatornánkon jellemzően nem az ilyen vásárlók vannak, nyilván nem az ilyen játékosok vannak, akik ilyen pénzeket nagyban tudják szórni ilyesmire. Vagy több százezer feliratkozósok, és kell nekik egy olyan processzor, amivel le tudják szedelni a videó rendelés idejét. Tehát mondjuk ez itt annyira nem releváns. Bármivel a ma elhangzott témákat még ki szeretnétek egészíteni, vagy valamit úgy gondoljátok, mint itt érdemes lenne megbeszélni. Szerintem amit lehetett úgy, igazából úgy érzem, hogy beszéltük. Legalábbis én oldalomról. Dávid? Hát igazából én sem tudok így most itt többet elmondani. Maximum majd akkor a következő adásban esetleg még visszatérünk rá. Hát akkor ez egy ilyen bevezető első adás volt. Kicsit így szeretvetett lett, meg kicsit hirtelen szerveződött, de szeretném megköszönni a figyelmet. Hamarosan fogunk találkozni egy újabb ilyen irányú videóban, és ne felejtjétek, héten még várhatók műsorok, ugyebár lehet, hogy lesz egy pénteki műsorunk, lesz egy szombati, meg a szombati podcast, és ugyebár egy vasárnapi agyhalál. Következő adásban majd alaplapozni fogunk, illetve elkezdünk egy kicsit a memóriákról is beszélni, amennyiben belefér az adásidőnkbe. Úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Hello, hello!